Közel 15 résztvevővel indult a gyors lépéses többfordulós sakjátszma, amelyre Bikicki István is benevezett. Mint mondja, öröm számára, hogy minden évben megszervezik a versenyt. Ő maga 40 éve hódol ennek a sportnak. Szeretnénk az ifjúsággal is foglalkozni, nézünk regisztrált hivatalos edzőt, aki majd tanítsa, neveli a fiatalokat, azzal, hogy elmegyünk az iskolákba, ellenükbe, és tömegesítsük ezt a sportot. Szeretnénk megindítani szintén a versenyzést a ligába. 8 táblán történik a versenyzés. A szervezők szeretnék, ha a lassan feledésbe merülő sport újra lendületet kapna ezáltal a fiatalok körében, hiszen a sakk egy olyan logikai játék, amelyben a játékos folyamatosan tudja fejleszteni magát. Jó fogadtatásra talált, mivel hogy állandóan vagyunk 10-15 között, sőt volt olyan verseny, ahol körülbelül 20-an is jelen voltunk, azon kívül, hogy vidékről is, tehát Csókáról, Bajsáról, más vidékekről is jelen voltak, versenyeztek, és hát ez egy ilyen egynapos verseny, ahol igazából jól érezzük magunkat. A rendezvényen a kemény agytornát igénylő sakjátszmák mellett a barátkozásé, a beszélgetésé és az ismerkedésé volt a főszerep.